Két neves külföldi együttes mellett egy hazai élcsapatot látott vendégül hagyományos tornáján a Fátyol Nyíregyháza. Az első meccsen a cseh Prostajovtól 3-0-ás vereséget szenvedett a házigazda, amely így a szlovénekkel szemben alulmaradó Újpesttel játszott a harmadik helyért. Mint később kiderült, a torna győztes múlta felül a Nyíregyházát. A hazaiaknak végül be kellett érniük a negyedik helyjel, ugyanis az Újpest 3-2-re jobbnak bizonyult Tomás Varga együttesénél. A végeredmény senkit nem tölt örömmel, de én nagyon örülök annak, amit láttam a hétvégén, mert azokat a hiányosságot mutatta meg, amit az előző két mérkőzés, a Lugozs ellen és a DVTK ellen nem. Ugyebár próbáljuk összerakni azt a kezdőhatost, amivel majd a bajnokságot indítjuk. Ugyan még nem vagyunk teljes kerettel, de tudjuk, hogy az első két kört ebben a kerettel, ami most van, avval fogjuk tudni véghez vinni. Úgyhogy erre fogunk felkészülni. Valójában a második mérkőzés után, az utáni mérkőzés után már tudtuk, hogy mivel fogunk kezdeni hétfőn, úgyhogy tényleg nagyon hasznos volt ez a felkészítő sorozat. Voltak szituációk, amiket már valójában lehet mondani, hogy egy egész komoly rutinnal old meg a csapat, de viszont van elég sok olyan szituáció, amiben még nem van, nincsenek összeszokva a játékosok, és ezeket fogjuk majd rengeteget gyakorolni. A nyíregyháziak még nem teljes csapattal vettek részt a Fátyol kupán. A kolumbiai légiós Valeria Alegria Scambindo hazája válogatottjával olimpiai selejtező tornán vett részt, egy hely pedig még kiadó a keretben. Mi nagyon bízunk benne, hogy október közepén, október végén már úgy 12 játékosra fogunk tudni dolgozni, ami valójában a szezont véghez viszi. Ezen dolgozunk, mi nem akarunk semmit elsietni, a Valeri, a kolumbiai centerünk jövő héten érkezik, lassan belevágunk a munkába, és szépen fokozatosan rakjuk össze a dolgokat. Mondom, láttuk, mint kell dolgozni, és tudjuk, mi az, ami vár ránk. A nyíregyháziak a hétvégén újabb két felkészülési meccset játszanak. Békis Csaván a házigazda és a Kaposvár elleni pályára Tomás Varga együttese. A szakember szeretné, a játékban ismét előrébb lépnének. Mivel, ahogy mondtam, tegnap már arról beszéltünk, hogy mit fogunk a mai edzésen csinálni, azt, hogy elimináljuk azokat az elemeket, amik nem működtek, azokat szeretném majd látni működőképesen a pályán, és szeretnénk az effektivitásban egy kicsit javulni, mert abban a szoros szituációkban még nem jött ki a csapat pozitívan. A Fátyol Nyíregyháza első tétmeccse egy CEF Challenge Kupa találkozó lesz október 11-én a spanyolországi Volei Andalusia csapatához látogatnak Lászlópék. Az Extraliga nyitányán október 14-én Békis Csaván lépnek pályára a nyíregyháziak, a Magyar Kupában pedig a budaörs Veszprém párhaz győztese vár a Fátyolra.